Tavaly augusztus 19-én az Új Magyar Gárda tagjai egyenruhában gyülekeztek a dobótéren. A vádlott kapott megbízást a szervezet vezetőjétől, hogy távollétében vezényeljen és vegyen részt az alakzat vezetésében. A rendőrök előállították a gárdistákat, ellenük szabálysértési eljárás indult, kivéve a vádlottat. Ő olyan szervezet vezetésében vett részt, amit a bíróság feloszlatott. A tárgyaláson beismertetettét. A bűnös egyesülési joggal visszaélés vétségében, VTK 212 per nagy alszakasz, ezért őt a bíróság egy év időtartamra próbára bocsátja. A bíró az indoklásban elmondta, a vádlott nem a szervezet vezetője, csak alkalmi volt a megbízatása, az említett rendezvényre vonatkozott. A bíró arról is rendelkezett, hogy a lefoglalt egyenruhát és a sapkát visszakapja. Az ügyész 3 nap gondolkodási időt kért, hogy elfogadja az ítéletet, vagy fellebbez a döntés ellen.